Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Diaszé számára. Kedves Diaszé, üdvözöllek téged! Te szeretnéd tudni, hogyan tovább, mit tervez? A baj az, hogy a volt társnője mindig jelentkezik nála, és hol kibékülnek, hol nem, így minden bizonytalan, ami téged illet. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. A nulla az jelenti az ő gondolatait és terveit, de nem a tetteket. Ő tervez valamit, de nem tudja, hogyan kellene ezt megvalósítani. Számára minden olyan bizonytalan. Nem tudja, mi várható. Tesz itt egy lépést, és van a lába alatt talaj, vagy lezuhan a mélybe. Minden így érezhető nála. És mi a terve? Ez a hölgy itt a háttérben kihat rá. Mint ahogy látjuk a képen, ő nagyon szomorú. És így mutatja ki az érzéseit, de szerintem ez nem az igazság, hanem ő játssza ezt a szerepet, és a te lelki társad sajnálgatja őt, de előfordulhat az is, hogy lelki ismeret fordalása van a vállás miatt. És mivel ez a hölgy a háttérben tudja azt, hogy ez a férfi rögtön jön és gondoskodik róla, ezért ő szívesen játssza ezt a szerepet. Mi áll a középpontban, ezt itt a halál mutatja. Ez lehet haláleset is, de ez inkább ritka, hanem ennek a kártyának az a jelentése, hogy a te lelki társad be akarja fejezni ezt a kapcsolatot. És milyen hatás alatt áll a te lelki társad, ki hat rá, vagy mi hat rá, azt mutatja itt ez a kép. Ezek az érmék lehetnek anyagi dolgok is, vagy munkahelyi dolgok, és ez azt jelenti, hogy neki munkahelyi kapcsolatai vannak. És mi változik nála? Azt mutatja itt ez a kép. Itt megújulások lesznek. Itt a mélyben vannak a félelmek, vagy azok az események, azok a dolgok, ami nála félelmet vált ki. Ezt megoldja ő, mert elhagyja ezt a területet, és ez a megújulás arra utal, hogy felszabadultnak érzi magát, és a jövőben nem lesznek ezek a félelmek, vagy az, ami ezt kiváltja nála, ott megoldódnak a dolgok. És hogy közeledik hozzád, ezt mutatja itt ez a kártya, és jelenti ezt a belső nyugalmat és harmóniát. Itt kiegyensúlyozik valami, a képen látható az arany és az ezüst, a nap és a hold, a gondolatok és érzelmek, a férfias energia és a nőies energia, ez mind úgy harmóniában, egyensúlyban van. És így közeledik hozzád, mert érzi a közeledben ezt a nyugalmat. Ez a hölgy, a volt társnője, hogy hat rá, vagy hogy tudnám ezt a hölgyet itt leírni, itt mutatja ez a kép, mégpedig ez a mágikus energia.
az lehet egy ilyen testi kapcsolat is, és megpróbálja őt ezzel visszaszerezni, vagy valamilyen szertartás, rituál, amit a háttérben esetleg ez a hölgy csinál, vagy csináltat, és hogy áll ő hozzá, itt ez az arany érem utal az anyagiakra, lehet, hogy van egy kötöttség az anyagiak miatt, de az értékeket is jelenti. Ez a hölgy a háttérben vagy ad valamit, vagy mutat valamit, ami a te lelki társadnak értékes. De én inkább úgy mondanám, hogy itt anyagi kötöttségek vannak. És hogy lát téged, ezt mutatja itt ez a fiatal férfi, a fiatalos kisugárzást, de azt is, hogy ő kicsi lépéseket tesz és közeledik hozzád. A kezében van ez az arany kehely, és az utal a víz elemére, és az az érzelmeket szimbolizálja. Tehát ő visszatér hozzád, nem sieti el az eseményeket, de látható itt a közelség, és egy találkozás, ez a kapcsolat, és kimutatja az érzelmeit. És mi az, amit te tehetsz annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok, légy visszahúzódó. Nem mutasd ki az érzelmeidet, hanem ezt tartsd meg magadnak. Itt a kelyhek utalnak a te álmaidra, vágyaidra, reményeidre. Ezt te átveheted, de nem kell, hogy ő tudjon róla. És a jövő, mi várható rátok, te vagy itt a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, ami az érzelmekre utal. Ő szeret téged, és te vagy a szívében. Ez a hölgy a háttérben itt sebzett, és ő megpróbálja ezt rendbe tenni azért, hogy az ő lelki ismeret furdalását kicsit megnyugtassa. De a jövő, a boldog szerelmi kapcsolat, az itt lesz kettőtök között, és ez az álom valóra válik. Én megkérdezem most az Ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán? Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az Inga balra mozdul ki, akkor az azt jelenti, nem szeret téged. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. A válasz, igen, ő szeret téged, és mivel ez a kártya áll nála a középpontban, hogy ő lezár valamit, ő le fogja zárni a kapcsolatot ezzel a hölgyel. Kedves Diaszi, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!